Városi Diáktanács, és az IFI.pont is készülődik a következő hetek programjaira. A következő percekben ebbe tekintünk be. Ebben segítségünkre lesz Mercer Liza ifjúsági koordinátor, illetve Bonyár Lili és Juhász András Simon VDT tagok. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Sziasztok. Sziasztok. Na, akkor elsőként IFI.pont. Mi újság az IFI.pontnál? Hát készülünk az évre, készülünk az egész éves programra. Hát a céljaink az abban merülnek ki, hogy igazából az együttműködéseket szeretnénk erősíteni a különböző szervezetekkel, az iskolákkal, és most a legközelebbi program is erről fog szólni. Most az iskoláknak a dökött patronáló pedagógusaival fogunk összejönni, és kicsit így az együttműködésen gondolkodni, hogy hogyan lehetne a fiatalokat minél hatékonyabban bevonni így az IFI.pontba. Ez a DÖK, bocsánat, csak itt annyi rövidítést használtunk, ugye a VDT tagok, ugye a Városi Diáktanácsról beszélünk, a DÖK az meg a diák önkormányzatokról igen, beszélünk. Igen, az iskolai diák. Csak azért, hogy egy kicsit tegyük helyre ezeket a rövidítéseket mindenki számára. És akkor én most a VDT tagokhoz fordulok. Ugye különböző programokra készültök, az egyik egy emlékfutás. Na most erre hogyan készültök, amellett, hogy gondolom melegítetek? Igen, igazából mi nem futunk, ezt fontos lenne leszögezni előre is. Vannak biciklis felvezetőink ugyan, de a versenyre magára igazából a diákságot várjuk. Tanári kísérlettel nyilvánvalóan, Eger középiskoláiból. Ez a 48-as emlékfutás? Igen. Ami ugye ez március 15-hez kapcsolódóan nyilván. Mire számítotok? Hányan jelentkeznek a suliból? Mennyire sportosak a mai fiatalok? Azért is kérdezem, mert ugye néhány évvel ezelőtt bevezették a napi tesi órákat. Nem merülnek ki a fiatalok ebben? Egyébként nem. Meglepően sportos fiatalok vannak. Pár éve mit csináljuk már egy kedves barátommal a felvezetést biciklivel, és nagyon sokszor utolérnek minket a futók, az elsők, de még a végén is, úgyhogy meglepően sportosak, azt kell, hogy mondjam. De jó. És egész nagy számokban jelennek meg egyébként. Igen, igen. De ez alapvetően egyébként nem verseny, gondolom. De. Verseny is, persze. Igen. Persze. Külön először mennek a lányok, aztán a fiúk, és mindkét csoportban három, az első három helyezettetnek adunk díjakat, ilyen kisebb tárgyakat, úgyhogy van egy verseny, igen. Akkor érdemes utolérni a biciklis felvezetőket. Oké, említetted az előbb, hogy próbáltok koordinálni itt az ifjúsági tevékenységet gyakorlatilag a városban, és visszacsatolok a kérdés második vagy első felére az előzőekből, hogy mennyire érzitek azt, hogy a diákság odafigyel, vagy fontosnak tartja a DÖKÖK jelenlétét, létezését, mennyire tudják azt, hogy miért van, mire szolgál, miben segíthet nekik? Hát én szerintem erről inkább a VDT-seink tudnak beszélni, hisz ők vannak jelen ugye az intézményekben közvetlenül, illetve a DÖKÖKÖT ők képviselik. Mi így a Városi Diáktanács munkáját látjuk, ők aktívan részt vesznek, ugye nem hiába van most ez az emlékfutás, vagy majd a következő programok, amiket szerveznek. A mi munkánkban inkább az jelenik meg, hogy a közösségekhez mennyire szívesen tartoznak, vagy mennyire szívesen jönnek be egy-egy programra. És úgy gondolom, hogy az igény az megvan rá, tehát elég erőteljesen. Inkább abban merül ki így a nehézség, hogy mennyire értesülnek arról, hogy milyen lehetőségeik vannak itt például a városban. És ugye ez is az IFI.pontnak az egyik célja és funkciója, hogy ezt próbálja közvetíteni kommunikációt feléjük. Kommunikációt egy kicsit elősegítsétek. Aha. Közben láthatjuk a képeket a korábbi évek futóversenyéről. Meséljetek arról, hogy merre szoktátok kijelölni az útvonalat. Szokott ez változni? Nekem igazából én még egy futáson vettem eddig részt. Nekem az volt az első védítés programom, amin itt szervezőként vettem részt. Akkor a Népkertben volt ez a futás, ugye 1848 métert futnak a futók. Akkor ott volt az előző években. Konstans folyamatosan ugyanott, és nagyon-nagyon picike módosításokkal esetleg optimalizálgatunk, hogyha előző években azt tapasztaljuk, hogy járókelők besétálnának, vagy ilyenek, akkor egy picit változtatunk a lezárásokon, az emberelhelyezéseken, de
alapvetően nem változtatunk. Nem változik. Oké, futás után mi következik? Már hogy nem közvetlen futás után, hanem programban, amit ti szerveztek. Nyújtás. Nyújtás, igen. Most szerintem a diákba elfog legközelebb. Mármint így a programokban? Igen, programokban. Akkor a diákban. Igen, ez az utóbbi években elég sok néven futott volt, jótékonysági est, vagy diákbál. Igazából lényegében ugyanaz, ez egy adománygyűjtő jótékonysági bál a fiatalok számára, ahol egy közösen választott alapítványnak vagy szervezetnek adományozzuk a bevételeket. És megvan már, hogy idén kinek adományoztok? Még szerintem nincs pontosan. Nincsen. Most idén úgy tűnik, hogy az EGRI Közösségek Alapítvánnyal együttműködve fog ez megtörténni, ez a program. Úgyhogy még ezt nem döntöttük el, hogy kihez megy az adomány, még a tervezgetésben folynak a folyamatok. És helyszínileg hol lesz a bál? A Kepesben lesz, ugye? Én úgy gondolom, hogy jelenleg még nincsen meg a pontos helyszín. Igen, több lehetőség van, és ezek között. Jó, figyeljetek, egy kicsit menjünk vissza a múlt évre, hogy abban mennyire látjátok, mennyire voltak sikeresek a programok, és egy kicsit visszautalok hozzád is a kommunikációra, hogy mennyire jutott el a gyerkőcökhöz, fiatalokhoz az, hogy ti milyen programokat szerveztetek, és mennyire voltak sikeresek ezek a programok. Most így a pandémia után így elég nehéz volt ugye lábra igen, állni, igen, mert igen, most igen. Ugye nagyon sokáig leálltak az összes program. Igazából talán tavaly volt az, amikor így elkezdtünk rendesen több eseményt létrehozni és programokat szervezni, de én úgy láttam, hogy egyébként sikerült, mert ezen a futáson is, mint mondtam, ugye nekem az volt a legelsőm, pedig már évekkel ezelőtt beléptem, csak akkor ugye nem tudtunk semmit csinálni, és nagyon sokan részt vettek, és szuper volt. Igen, én is azt láttam, hogy a pandémia után nagyon megfogyatkoztunk, ugye, hogy elballagtak a végzősök, viszont hatalmas munkával szerintem az mindenkori elnökség részéről azt kell, hogy mondjam, toborzásokba kezdtünk, elkezdtünk újra programokat szervezni, és azt látom, hogy az ifjúságnak van erre igénye, erre a szervezetre, és erre a szervezet megmozdulásra, úgyhogy emiatt viszonylag gyorsan lábra tudtunk állni, és már 50-60 tag körül mozgunk megint 20 körülről egy-két év alatt. Nagyon jó. És hogyan látjátok, mondjuk mivel lehetne még inkább felpesdíteni az EGRI fiatalokat? Vagy jó az így, ahogy most van, nem kell őket felpesdíteni? De mindenképpen fel kell, úgy látom. Hát nyilván így az iskola mellett nem kevés idejük marad így ilyen programokon részt venni. Próbálunk minél izgalmasabb eseményeket csinálni. Szerintem amik így az év során be vannak tervezve programok, azok elég jók. Nyilván még lehetne több kisebbeket is, például akár az IFI pontot jobban felpesdíteni, mert szerintem arról nem annyira sokan tudnak, hogy ott van, hogy azt ki lehet használni jobban, de most már ugye nyilván egyre többen azért járnak. Igen, nagyon bólogatsz. Igen, hát vissza tudok csatolni oda, amit korábban mondtam, hogy pont ezeken munkálkodunk, hogy ezt minél jobban tudjuk közvetíteni a fiatalok számára, hogy ott vannak, jöjjenek, és használják ki a helyet. Használják, így van. Ti magatok egyébként melyik programot várjátok a legjobban? Én a diákbált őszintén. Azt én is nagyon, mert én szervezőként nem vettem részt, viszont egyszer már részt vettem résztvevőként, így a bálon is nagyon-nagyon élveztem, és nagyon szuper volt, úgyhogy most nagyon várom, hogy megtapasztalhassam a másik oldalát is. Akkor még azt mondjuk egy gyorsan, hogy a legvégén, mert elszaladt közben az időnk, hogy milyen csatornákon tudnak elérni benneteket legkönnyebben, vagy milyen csatornákon keresztül tudtok ti üzenni a diákoknak? Legkönnyebben szerintem a fizikai síkon. Tehát, hogy ott vagyunk jelen az IFI pontban, hogyha oda befárad bárki, akkor ott megtalálhatóak vagyunk. Hát teljes munkaidőben Lizáék ott vannak, és mi is elég gyakran látogatunk oda. Emellett nyilván iskolákban, szinte minden középiskolában megvannak a magunk védítései, és őket bármikor, bármelyik szünetben el lehet érni. Lehet őket zaklatni. Oké, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, fiatalság IFI pontra fel, jó, mert remek programok várnak benneteket. Sok sikert a szervezéshez. Köszönjük szépen. Szervezéshez meg sok erőt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.